12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hello srácok! Igen, jól láthatjátok, Need for Speed 2015. Gyorsan elmondanék egy pár számomra hasznos információt, de szerintem számotokra is hasznos lesz. Ugye ez a játék három játéknak a keveréke, de főként kettőnek. Az első, az alap az a Most Wanted, vagy az Underground. Stílusban olyan arra a játékra hasonlít. Aztán még rá spékelver az egészre, Most Wanted, a régi Most Wanted-nek a stílusával ötvözve, és a grafikát pedig megkapta szerintem az egyből, az egybe a Need for Speed Rivals-nak, ugye az a legutolsó Need for Speed, szerintem annak a grafikáját kapta meg, és szerintem egy konzolos dologhoz nagyon is szép a grafika. Egy PC-s high-nak szerintem megfelel. Én azt mondom, hogy egy PC-s high az megvan. Úgyhogy ez a rész itt szerintem itt le is tudhatjuk. Minket rögtön fogad egy ilyen nagyon dizájnos felület, amint elindítjuk a játékot. Ugye megtalálható a mi nekünk lévő adataink, ugye challenge-ek és egyéb trailerek, a crew play, igen, a setting, ugye play. Volt sikerem a beta-hoz egy pár héttel korábban kipróbálni, nagyon-nagyon tetszett a játék, úgyhogy minimális tapasztalat lesz. Illetve van a snapshot. Ez tulajdonképpen ez olyan, hogy a saját screenshotaimat, illetve kedve, amik nekem tetszettek, képek, stb., meg amik érdekesek lehetnek számomra, azt ide dobja be, úgyhogy ez nem egy haszontalan dolog. A feliratkozás az éjjére, stb., ez nem úgy érdekel minket. Jó, kezdjük a settinggel. Nincs sok setting, ugye kontroll, szokásos game setting, világítás, felirat, kilométer, ezeket benyomtam, audio setting. Igazából ennyi a setting része. Még egy dolgot elmondanék, 5 darab versenystílusból áll föl a játék. Ugye legelsőnek van az Outlaw, a törvényen kívüli. Majd rátérünk, hogy ez milyen stílusú. Fogalmam sincs, ez lehet, hogy ilyen rendőrkergetéses, nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani. Van a Style, ugye stílusos. Ez én arra gondolok, hogy adott autókategóriákon belüli verseny. Van a build, építés, gondolom egy bizonyos tuning szint fölött között lehet elindulni azon. Gondolom én nem vagyok benne biztos, tippelgetek. Annyira milyen nem tudtam belemenni a játékba. Van a speed, ugye a sebesség. Én szerintem az vagy időbeli verseny lesz, vagy végsebességi verseny. Illetve van a crew. A csapatos feloszlás, gondolom, teambe leszünk, hát ez nem egy nagy tudományos megfejtés. Még egy dolgot kell tudni, hogy mindegyik kategóriának van egy élő szereplője, így van, másképpen nem lehet szebben kifejteni. És még egy dolog, hogy a multiplayer 1-8 playerig terjed, szóval nem van mi sok, szerintem lehetne minimum egy 12 fő, de lehet, hogy ez csak Xboxon. Ugye a játék az november 6-án jelent meg ma,
ezzel együtt jelent volna meg a PC-re is, de a PC-n sokan írták, hogy a monitoroknak a hercei miatt jó lenne, hogyha nem limitálnák az FPS, szóval ezért tavaszra átcsúsztatták, hogy minden hiba nélkül fusson későbbiekben a játék. Mit kell tudni? Még egy fontos dolog, és szerintem itt utána be is fejezem ezt a maga felvezetését ennek az egésznek. Ugyebár a Need for Speed szerintem az én részemről nálam mindig az volt a feltűnő, hogy a trélerei kifejezetten minőségiek és részletesek és filmszerűségűek. Szóval, mint volt a Run, nagyon azért kifejezetten egy történetes, filmes Need for Speed volt. De a többinek is nagyon jók voltak az átvezetői, főleg inkább a régi kategóriák, Most Wanted, a Underground, a Carbon, ezeknek ilyen filmesek voltak az átvezetői. De itt teljesen megfordították ezt az egészet, igazi szereplőkkel van átvívva a történet, szóval az megszűnt teljesen az a dolog, hogy ők animálják, hanem leforgatták igazából. Mindegy, igazából csak ennyi lett volna ez a kis érdekesség. Ebben az első gameplayben lesz csak beszéd, utána én zenére fogok játszani, mármint zenével fogok játszani, szerintem annak van csak értelme. Úgyhogy én elmondom vagyok, hogy szerintem kezdjük is hozzá a gameplayt. Még egyszer leszögezném, hogy a grafikát Xboxhoz mérem, konzolos élményeimhez mérem, PC-háig. Az már megvan konzolon, bárki mondhat bármit, egy PC-háig megvan konzolon fix 60 FPS-en. Tovább nem megy, de 60 megvan. És high grafika. Hogy itt megvan a 60, azt nem tudom, majd kiderül később. Nézzük. Ugyebár akkor ez így megy le az egész, és minket már rögtön fogad is a játék. Én azt mondom, kezdjük a grafikából. Egy ilyenfajta játéknak a audio része sosem lesz szokott rossz lenni. Én azt mondom, hogy az aszfalt, a szerintem az nagyon ott van. A kép a szemcsés, de az direkt ilyen filmesen ugyebár, de az aszfalt szerintem az nagyon tuti. A autónak a kidolgozásával sincs bajom. Nem tűnik hibásnak. Nincs vele szerintem baj. Amúgy nem tudom, elég dinamikusnak tűnik a játék szerintem, ez 60 FPS, de vessetek meg, ha tévedek. De szerintem ez 60 FPS. Ha megnézem, hogy ki lehet-e kapcsolni ezt a szemcsés dolgot. Szerintem nincs baj a grafikával. Majd jó, biztos egy PC is sokkal részletesebb, ezt nem is mondom. De nem rossz. Nem rossz. De igazából most nem a fákat fogjuk nézni versenyünk közben, de azért nem állt, ha szép. Az irányítása egyedüli, szóval
meg kell szokni, nincs vele semmi baj, csak szokni kell, ugye ezek a szokásos nézetek. A játékban, hogy van-e nappali mód, azt nem tudom, még nem voltam nappali, majd kiderül, hogy van-e vagy nincs. Szerintem okés a grafika. Bétában is ilyesmire emlékszek, és... Igen, ezt a kameranézetet nem tudom kivenni. Sajnos. Lehet, hogy később ki lehet. Nem tudom. Smooth, man. That's good. There's some real people in here tonight. Come on, I'll take you meet my guys. Come on. Ah, look what the cat dragged in. Who's Bambi? This Bambi just busted a 500-foot drift right through the I-5 intersection over Turner, man. Oh, but the skidding skid row, you know what I'm saying? Must have been something. Haven't seen Spike this hype since, well, he's always this hype. That's why you love him. Robin, good luck trying to keep up. Trust me, Bay, he'll do just fine. Matter of fact, I'm taking him to meet Travis right now. Maybe shift one of those rides taking up all our space. Come on, man. Sup, Ames? Sup. That's Amy. Isn't she lovely? Ooh, love you too, Bay. Travis! Yo. Someone I want you to meet. Oh, yeah? Tell me why. You should have seen this guy, man. Control off the hook. Well, you seem to have caught the eye of Speed Racer over here. Truth, man. This one's a helmsman. You picked a good time to re-up. There's some top-grade talent in town who's ready to make history. Serendipity, brother. Stars aligning. Never a better time to start a project, Bill. So whatever's happening under that ribcage in here, it's time to start expressing it out there. Take him out for a shakedown. Maybe one of these mongrels will take a shine to you. Amondo vagyok, vagy Subaru. Egyértelműen Subaru. Yo! Welcome to the clan, brother. Training up. She's nice, right? Come on, Ames, I just need you to listen to it. Make sure she's purring like she's supposed to. What's up, man? Please, please. Oh. She's parked just outside. Spike, come on. Like I said, I got guys with no trust fund paying full price for this, so. Really? It's like that, huh? It's like that. Wait. Wow, I feel so much better now. Oh, I'm good for it, you know that. I mean, your dad's good for it. Easy, this jacket was like 1,200 bucks. Exactly, man. Oil, man. Don't matter if you're the best damn driver this side of the 101. As far as she's concerned, don't mean a thing if you ain't got that green. It's very poetic.
And that is also true, so. You ready to make some house calls? Come on, man. I'll meet you out front and we'll give you the tour. Jó, a srácok, igazából itt nem lehet megállítani a versenyt. Én ezt nem tudtam, mármint tudtam, csak azt hittem, hogy játék közben legalább meg lehet állítani, de hát itt már elkezdődtek élesen a dolgok, úgyhogy igen. Ezt szokni kell, hogy nem lehet megállítani a játékot. Annyira nem is jön át ez a dolog. Mindegy, sajnos ezt benéztem. Snap that skinny frat boyfriend in half. Oh, come on, little kid. Give me some love. Don't let his appearance fool you, man. This beast is real nimble behind the wheel. Name's Emmanuel. But apparently that's too many syllables for these fools. No, call me Manny. Oh, strong grips, huh? Hey, this is Fred, Norwegian Hammer. What up, buddy? Frederick. All right. Are we gonna find some trouble or just stand in a circle and make fun of Spike? Ooh. I'm cool with either. Talking dirty. Who's hungry? I've only had one dinner tonight. I'm starving. Seriously, where does it go? You eat like he should. Yeah, Robin. Any more dinners and you're gonna bottom out. Shut up. Fine, smartass. Last one to the diner picks up my tab. No. Last one to the diner picks up everybody's tab. What? Rombolhatok könnyedet, ez eléggé még, még az elején tart ez az egész, de nem rossz, legalább van, jobb mintha nem lenne, ha mondoljuk, RB. Mentioned you worked a couple cars yourself, so that's cool. Okay, one house rule. Use whatever tool you want, honestly. Just put them back where you found them. Other than that, knock yourself out. This is my latest obsession. Here. Listen to that clown, man! This is going to be my master build. I can feel it. I want it ready for Nakai-san to see before he leaves the city. Props from an artist like him could really put this shop on the map, you know? Okay, well, I'm done. I'm gonna head out, maybe catch Spike. Travis shifted those rides, so there's space for you now. And you should take it before he replaces that junk with more junk. It's a good time to get your head straight, you know? Plan your build. Channel your vision. Whoa, starting to sound like Travis. Okay, I'm gone. I'm out. Have fun. And maybe I'll see you out there, yeah? Oh, and
the tools back. Cool. Later, ma'am. Na, itt tuningolható is az autó. Amint mindjárt láthatjuk, eléggé bele lehet nyúlni az autóba, mint vizuálisan. Ezeket a tutoriálokat nem? Ezeket nem lehet kinyomni, nem jó. Na, azt van egyszer egy vizuális, van egyszer ugye egy belsődleges állításunk, hogy nekünk mik a főbb előnyök, drift, stabilizációi, assist, fake assist, nem. Aztán van egy tuning. Itt rögtön minket fogadnak különböző dolgok, fake, gumik, minden szemszájnak ingere. Ugye itt mutatja, hogy hány, mekkora a nitro. Igen, csak itt végig megyek, na, akkor. Egyszer. Itt nagyon sok mindent lehet majd tuningolni. Jó, akkor egyszer körbeértünk. Igen, fönt írja, hogy miként javulnak a teljesítményei az autónak. Amire telik, nyomjuk. Jó. Illetve megnézhetjük az autót. Na, akkor itt a vizuális dolgokat nézzük. Sajnos még nem ott nem találni az autóban, de azon kívül minden tökéletes. Bár nem tudom, hogy ki fog eljönni a rendszámnál, de nem hiszem, de én azért úgy írom. Akkor... Ja, igen. Pontot nem szereti. Jó, így van, nem jött ki a rendszámnál, úgyhogy igen. A kocsinak a logóját, hátsó fényszóról. Igazából külsőre már az egész autót. Teljes mértékben saját igényre tudjuk most már szabni. Ugye miként legyen sűjesztve. Kezdésképpen meghagyok mindent az elején, aztán majd megnézzük. Jó. Aztán itt különböző spoilerek. Ez amúgy, ez tetszik. Na, srácok, ez a része, szerintem ez ennyi lett volna, ez a tuningos. Menjünk ki, nyomjunk egy pár versenyt. Addig én elhagyom a garást.
Na most már készen állok. Rendes versenyre. Igen, az autó az nem javul sem ennyire. Úgy láttam, hogy mi mindig nem sikerült eltüntetnem onnan ezeket a fantasztikus infókat. Ja, Spike! Hello, Spike! Hello, szia! Jó volt látni. Hú, nagyon elfogy a nitro hamar. Mi van, Spike? Aha. A kis BMW-s fajtádat? Hú. Ez mi volt? Villogott a vész, vagy a, hogy hívják, helyzetjelző. Vész helyzetjelző, bazen. Helyzetjelző. Az mi? Mi belém jönnek, elkezd villogni, ami? Megköszönöm. Most ezt megnézem, belemegyek és villogni kezd. Nem. Akkor mi volt? Nem tudom, hogy mi volt. Ilyet lefullad az autó. Level up. Elnéztem. De jó, megálltam. Még egy kör van, ugye? Ja. Barátunk nagyon előre ment. Töltöthetne a nitrom. Befékezett, hogy milyen? Nem tudom, mit csinált az a bot. Jaj! Ah, szétromboltam a kukát. Nem azért. Menjem a hátra. Nagyon sok. Vagyis nagyon kevés. Nitro tölt, hogy... Ez lefékez, vagy mit csinál ez? De miért fékez le? Miért fékezett le? Miért fékezett le? Hagyja, hogy nyeljek, de miért? New personal best. Need for speed network. Nem értem, hagyja, hogy nyeljek, hogy mi van? Ah, van rendőr. Yo, I guess you got something after all, huh? Yo, head over to the Longhorn on Franklin Terrace. We're chilling there, man. Later. No buzz in it. There's not. Says who? You? Come on, Amy, back me up. Well, I kind of love it and hate it. Like, it hurts me to hear it bouncing off the limiter like that, but, I do get a rush when I'm holding it at that sweet spot. Yeah. Okay, I'm out of here. You coming? Yeah. Peace. Have a seat, man. He hates on the drift for one reason only. He sucks at it. Oh. You need a certain finesse to hold that slide or hoon with precision. It's all about riding the tipping point. Am I right or am I right? You're never wrong. Look, I get it. Apples and oranges, you know? Ah. You see, Robin here, she's got class. Got that steady hand. Spike? He be yanking on the e-brake like a teenager fresh out of driver's ed. Gosh.
Come on, he's not that bad, Manu. It's just a good thing his old man has deep pockets, is all I'm saying. Look, we've been talking too much. I'm out. And when has that ever been a problem? Well, it's a problem. We're standing here yapping about it and not actually out there doing it. Look, I'm putting a little something together. Nothing concrete yet, but you've had enough zen and need a little noisy chaos. Cool. I'll give you a shout. Later. Always ahead of the curve, that girl. Yeah, stuff just happens when she's around, you know. Either way, you should try your arm smoking rubber with the Ventura bass set. Yeah. I'll call you. Get you hooked up with the local scene. Na, srácok, amit láthatjátok, van a játékban nappal. Ennek nagyon örülök, kifejezetten örülök. Arra gondoltam, hogy pár versenyt nyomhatnánk még így nappal. Oké. Okay. Ugye, már pont van is mellettünk egy mission. Ugye ezek a missionök, ezek a végülis missionök, a sztorinak a missionjei. És ha itt vagyunk és nappal van és hajnalódik, akkor már I see how it is, dog. If you're so confident, why don't we raise the stakes a little, huh? $4. Don't be wasting that college fund, man. Where you drive, you don't need a plan B. Manu, you can learn something from our friend who, you know, keeps his mouth shut and his eyes open, man. Sorry, ladies, this roll cannot be slowed. You think Magnus got where he is today by taking it easy, huh? No, but then again, he ain't you. Hey, hey, you hear that? Yeah, that's the sound of me not giving a damn. Looks like it's time. Yes. Keep your phone handy, man, because tonight's gonna get real busy. Come on. Woo! I'll take that. Jó van, srácok, itt a végére itt leszögezném, hogy akkor ez a gameplay, akkor ez ennyi volt, ennyi lett volna. Innentől igazából a játékra lesz fókuszálva olyan téren, hogy kommentátor, kommentálás nem lesz. Szóval szerintem egy autós játék a sokkal izgalmasabb zenével számomra. Jobban tudok koncentrálni, odafigyelni, stb. Úgyhogy szerintem rendben van a játék, vannak hibái, mint például a kontroller nem szabható személyre, legalábbis nálam nem engedte, a zenét te magad nem tudod változtatni, szóval szerintem ezek nem egy pozitív dolgok, de azon kívül jó irány felé indultak el, mint tuningolásban, mint vizuális értékekben nagyon jó felé haladnak. A környezet az felemás érzéseket nyújt, ahogy lehet látni, valahol a fa nem a legszebb, viszont az aszfalt, ami
főképpen előtted van, az szép, az eső is szép, maga az autón a vízcseppek, a törések, ezek a visszatükröződések, ezek szépek, szóval effektív, itt is a játék megadja azt a csőllátást, hogy egy sebesség fölött úgy csak környezetedet nézed, hanem a utat, úgyhogy igazából igen. Na szóval, ennyi lett volna az egész, fogom folytatni mindenféleképpen. Szóval srácok, köszönöm a figyelmet, és akkor találkozunk a következő videóban. Addig is, sziasztok!